A mai alkalommal sorskérdéseink között az egészségről szeretnénk beszélgetni. Nem a betegségről, mert nagyon sok ember azt gondolja, hogy az egészség csak a betegség hiánya, hanem arról a drága kincsről, amit teremtő Istenünktől kaptunk. A címét egy régi, nagyon kedves, nagyon vidám és nagyon hasznos tévéműsor címéből merítettem. Az lesz a címe, hogy Egészséget az életnek. Miért beszélünk erről a sorskérdések között? Az egészség az egy olyan magánügy, ami közügy is egyben. Hiszen ha egészségtelenül él egy társadalom, akkor az az egész társadalomnak rossz, és ha végig gondoljuk, akkor az egész nemzetet, vagy egész emberiséget is sorcsapásként sújthatja egy egészségtelen életmód. És ma sajnos baj van az egészséggel. Ma Magyarország lakosságának közel fele nem tartja magát egészségesnek. És ez egy nagyon-nagyon rossz dolog. Soha annyit az egészség titkáról még nem tudtunk, mint ma, és mégis azt kell mondani, soha annyira nem éltünk az egészségünk ellenére, mint ma. Az egészség az nem az orvosok ügye, hanem sorskérdés, és ezért kell beszélni, az európai országok mindegyikében probléma ez, de különösen Magyarországon, ahol állandóan csökken a lakosság, amiben része van az egészségügyi állapotunknak és sok minden másnak, ott, ahol állandó problémák vannak a betegséggel, betegségellátással, anyagiak és társadalmiak egyformán. Induljunk ki a tényekből. Az ember önmagának a legveszélyesebb ellenfele. Egy nagyon érdekes kísérletre szeretném felhívni az önök figyelmét. Még 1945-ben, a II. világháború után közvetlenül egy német egyetemi városban, Kielben, az ottani klinika egy nagyon érdekes kísérlet sorozatot kezdett. Természetesen akkor eszközhiányos és lerombolt volt a kórház, és a tanárok összedugták a fejüket, és ennek a kísérletnek az a az lett a lényege, hogy megfigyelték azt, hogy az egyetemi klinikára beérkező betegek honnan, mitől kapták a betegséget. És arra a meglepő eredményre jutottak 1945-ben, hogy a kezelésre kerülő betegek 50%-a felelős azért, hogy abban a betegségben szenved. És ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, az ember betegségének 50%-ban akkora kórokozója maga az ember volt. A 80-as években újra megismertelték ugyanilyen feltételek mellett ezt a kísérletet, és még elrettentőbb lett a kép. 75%-a közel úgy beteg ma az embereknek, hogy maga okozza a betegségét. Az ember Önmagának egyre jobban veszélyeztető tényező lett, egyre jobban az ember kórokozója maga az ember lett. És ez nagyon elgondolkodtató. Isten azért teremtett bennünket a maga képére és hasonlatosságára, mert egy feladatot adott. Ez a feladat nem más, mint összekapcsolni az eget a földdel, egyik embert a másik emberrel, és harmóniába élni a természettel. Ez a harmónia úgy látszik, hogy megsérült, és az ember egy önmaga ellen élő lényé lett. Jó néhány évvel ezelőtt egy amerikai orvostól, Bucsertől hallottam egy nagyon érdekes dolgot. Ő azt mondta kicsit tréfásan, hogy ha a hét jó tanácsot, a jót idézőjelbe kell mondani, elfogadunk, akkor ez a hét jó tanács egészen biztosan azt eredményez, hogy 7-8-10 évvel rövidebb ideig élünk. Mi ez a hét rossz jó tanács? Az első: naponta annyi alkoholt fogyasz, amit egy felnőtt átlag elfogyaszt. Tehát ami a felnőtt emberek alkoholfogyasztási átlaga. A második: dohányoz legalább annyit, mint a felnőtt lakosokra jutó átlag, harmadik étkez zsírosabban a kelleténél, negyedik legalább 10 kilóval legyél súlyosabb, mint amit a testmagasságod mutat, az ötödik a lehető legkevesebbet mozog, és ahova csak teheted, mindenütt autóval menj, hatodik kerüld a ételeket, és fogyasz sok tiszta kalóriát, és a hetedik, aludj keveset, és a felgyülemlő feszültséget azt úgy old fel, hogy ha fáradt vagy, akkor így áll egy jó erős feketét, és ha még fáradtabb vagy, akkor még egyet így áll hozzá. És így, ha este nem tudsz aludni, akkor pedig vegyél be nyugtatót, hogy jól tudjál aludni. Ezzel tökéletesen elérhetjük azt, hogy tíz évvel rövidebb ideig élünk. Ha ezeket a jó-rossz tanácsokat most egy kicsit megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az egész emberi életünk tulajdonképpen ezektől a betegségektől vagy kórokozóktól küzd. Mindenki tudja például, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre, minden doboz cigarettára rá van nyomtatva. De ez nem tartja vissza az embereket. Magyarországon például drasztikusan nőtt a dohányzás fogyasztása, amióta rányomtatják a cigarettás dobozokra ezt a mondatot. Nagyon érdekes, hogy a lakosság viszont tisztában is van ezzel, nem csak olvassa ezt a mondatot, egy nagyon érdekes felmérést csinált nem olyan régen a Galup és ez nagyon megdöbbentő eredményt hozott. Magyarországon a dohányosok 97%-a tisztában van a dohányzás egészségkárosító hatásával. Az Egyesült Államokban ez az arány jóval alacsonyabb. A dohányosoknak csak a 60%-a tudta azt, hogy hogy, mint milyen formában károsítja az egészséget a dohányzás. És mégis Magyarországon nő, az Egyesült Államokban pedig csökken a dohányzásnak a mértéke, a szenvedélybetegségnek a nagysága. Miért van ez a különös ellentmondás? Valahol azt kell mondanunk, hogy az egészséget nem tartjuk értéknek. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy jó egy kicsit betegnek lenni, na nem nagyon, hogy ne fájjon. Ha fáj, akkor ugye be lehet venni mindenféle csillapító gyógyszert. Mert hát a betegség az egy, egy, egy lényegében egy fizetett pihenő nap. És ez a szemléleti mód újra és újra rombol. Mert az értéket takarja el mert az igazi érték az egészség. Nagyon kevés ember van ma Magyarországon, aki ezért az értékért, hogy egészség valamitről is lemond, vagy valamit áldozatba hoz. Nagyon érdekes, hogy a dohányzásról leszoktató emberek, leszokó emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy olyan jó tisztán lélegezni, olyan jó illata van az ételnek, olyan jó illata van a virágnak, olyan jó illata van a tavasznak, az ősznek. Ezeket az illatokat ugye elnyomta a dohányzás eddig. Megvan az egészséges életmódnak a természetes öröme, és valahol ezek elől a természetes örömök elől menekülünk. Ugyanakkor ez az epidemiológiai válság, ami ránk tört, hogy a halandóság sokkal nagyobb, mint a születéseknek a száma, ugye azzal fenyeget, hogy 2010-re, hogyha nem történik semmi, akkor 1 millió alatt lesz Magyarország, illetve 10 millió alatt lesz Magyarország lakossága, és állandóan öregszik a társadalom, egyre nehezebb lesz gazdaságilag fenntartani ezt a világot. Ez az életmódi válság újra és újra összefüggésben van a környezetünk válságával is. Valahol, valahol az ember a természettel, azzal a bölcsővel, amiben születtünk, vagy azzal a természettel, amit Isten épp úgy alkotott, mint minket, valahol konfliktusba kerül. Seje János egy nagyon érdekes mondatot ír az Életünk és a Stress című könyvében. Azt mondja, hogy az élet nem más, mint a környezethez való folyamatos adaptálódás. Bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Valahol, valahol a kereszténységből kiveszett ez a gondolat. Természettudósnak kell ezt felfedezni. Valahol úgy gondoljuk, hogy az a boldog élet, hogyha legyőzzük a természetet, ha igába hajtjuk a természetet. Elfelejtjük azt, hogy a Bibliában, a teremtés történetben, amikor Isten azt mondja, hogy a természet világában ugye úgy járjon az ember, hogy művelje és őrizze ezt a világot, ez a művelés és az őrizés egyre inkább a leigázás, a kizsákmányolás lesz. És ez visszahat az ember egészségére is. Nem csak a környezetünket tesszük tönkre, hiszen a környezet szennyeződés ezer dolgáról nagyon sokat beszél a rádió és a tévé, hanem a környezettel együtt tesszük tönkre önmagunkat. És ez az adaptálódás a természethez. Ez az, ami rövidzárlatos lett. A mai életünknek az egészséggondja, az nem abban van, hogy mennyi orvos van, mennyi kórház van, mennyi kórházi ágy van. Az igazi nagy kérdés az, hogy én és te, vagy bárki hogyan alkalmazkodik a természethez, hogyan adaptálódik a természetbe, mert ez az életnek az alapja. Valahol az ember tudatosan kell, hogy megtalálja ezt a harmóniát. És itt elmondtam egy döntő kulcsszót, amiről szeretnék néhány mondatot mondani. Ez a tudatosan. Ha egy állatot nézünk, egy állatnak a Szervezete, a természethez való kapcsolata az csodálatos. A legkisebb rovarnak az élete is csodálatos. Biológusok kutatásai ezer-ezer oldalról bizonyítják ezt. Ugyanakkor az ember talán még bonyolultabb és még csodálatosabb teremtménye Istennek. De van egy különbség az állat és az ember között míg az állatot az ösztönei tökéletesen beleillesztik a természetbe, addig az ember az ösztöneit is a tudaton keresztül éli meg. Egy nagyon érdekes dologra jöttek rá a tudósok. Nem egyszerűen arról van szó, hogy én egészségesen eszem, és akkor minden rendben van. Az Egyesült Államokban csináltak Csikágóban egy nagyon érdekes kísérletet. Egy mintacsoport, 50, tan 50 diák az egyikben, az ellen csoport 50 diák a másikban, ugyanazt a kosztot kapta. Ugyanannak a kollégiumnak volt a lakója, ugyanabban a főiskolában volt diák mindegyik. Csak a kísérlet szerint az egyik étkezőben, ahol az egyik 50 gyerek evett mindig, sárga fényjel voltak megvilágítva a az ételek guztustalanul voltak feltállalva, az ételek műpiszkosak voltak, a tányérok, bár minden sterilizált volt. És az az érdekesség, őket figyelték meg a kutatók, hogy akik ebben az étteremben esznek, elő vagy utóbb gyomor problémákkal küzdenek. Még a kontrollcsoportnál szinte senkinél sem fordult elő gyomor probléma. Miért? Egyszerűen azért, mert amikor egy ösztönt kielégítek, eszem, akkor valahol bekapcsolódik a tudatom. És a tudaton keresztül, hogy így mondjam, az esztétikai érzékeimen keresztül eszem meg az ételt. Nem mindegy, hogy hogy van feltálalva az étel. Nem mindegy, hogy milyen tányérból eszem az ételt. Nem mindegy, hogy hogy, hogy van megterítve az asztal, van-e rajta virág, és így tovább. Ezt minden vendéglátó tudja. Mi ebből a tanulság? A tanulság az, hogy nekünk nem egyszerűen csak el kell fogadni úgy, ahogy van, ugye esik, ahogy esik úgy puffan alapon az életet, hanem újra és újra meg kell terveznünk. És ennek a tervezésnek az a titka, hogy vissza kell jutnunk az alapelvekig. A mai élet azért egészségtelen, mert valahol ezek az alapelvek homályosodtak el. Mi úgy gondoljuk, hogy az ember olyan, mint a gép. Megadjuk neki a legalapvető feltételeket, és akkor működik. Nem, az ember nem olyan, mint a gép. Az ember más. Az ember tudatos lény, és éppen ezért ezeknek az alapelveknek a megértése az, ami az embert igazán emberé teszi. Ha ez így van, és ennyire sorskérdés az egészség kérdése akkor megkérdezhetjük bátran azt, hogy mit mond vajon erről a Biblia. Beszéle egyáltalán erről a Biblia. Az ókorban nem volt egészségügy. Ez a fogalom egy újkori fogalom. Az ókorban csak értek az emberek, és rendszerint egészségesen éltek az emberek. Ha egészségtelen értek az emberek, akkor hamar levonták ebből a tanulságot nagyon sok érdekes megfigyelés van, például a mumiákat megvizsgálták, és kiderült, hogy az előkelőbb egyiptomiak, fáraók és a fáró családjához tartozók, azok egészségtelenül éltek. Hogy miért? A táplálkozásuk olyan volt, hogy csak finomat tettek. Nagyon érdekes az egyszerű rabszolgáknak a csontjait megvizsgáljuk, akkor ezek hosszabb ideig éltek, sokkal egészségesebbek voltak, sokkal jobban Összeépültek a természettel. De a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy mi az alapelv, ahogyan Isten megteremtette az embert. És én nagyon szeretném, hogyha ezeket az alapelveket áttekintenénk. Már az elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy az emberi élet titka az a kapcsolat. Az embert kapcsolataiban lehet megérteni. Hármas kapcsolatban élünk fejünk felett ott az Isten, akivel állandóan párbeszédbe lehet az ember, ha hisz. Mellettünk ott van a felebarát, és az Istentől kapott szeretetet mindig a felebarát iránti szeretetben kell, hogy megélje. De az ember benne él a teremtett világba, és a teremtett világgal is ez a kettős kapcsolat az, ami összeköti az embert. Minden szippantás levegővel mondtuk a múltkor, minden falat kenyérrel, minden korty vízzel összekötetésbe vagyok a természet világával. És valahol ez a három alapelv összefügg. Ennek a három alapelvnek a harmóniáján épül fel a boldogság, a békesség és az egészség. És valahol ez a három sérül a 21. századi ember életében. Eltűnik fejem fölül az Isten, vagy legalábbis nagyon messze került tőlem, és a 24. századi ember az ilyen ja Istenem kapcsolatban van a teremtővel. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban lesz csak Isten, amikor valami olyan bajom van, amit nem tudok megoldani. Ja Istenem, most segíts! Nagyon érdekes, hogy ez a fajta Isten hit, ez benne van az emberekbe. Van egy ilyen mondás, hogy zuhanó repülőgépen nagyon nehéz ateistának lenni, de ez nem az igazi istenhit. Az igazi istenhit az a felülről tájékozódás képessége, így mondanám. Van egy isten, akivel végig tudom beszélni az életem, és ez az isten az én erkölcseimnek, az én belső döntésem, diszpozícióinak a mércéje, a normája. Ez a fajta istenhit hiányzik belőlünk. Ugyanakkor állandóan átéljük azt, hogy a fele barátainkkal vagyunk nagyon, nagyon rossz viszonyba. Persze vannak barátaink, vannak, akik közel vannak a szívünkhöz, de állandó ellenségképet építünk. Úgy a nemzeteknek, országoknak, mint az embereknek is, szinte azt lehet mondani, hogy szükségük van ilyen ellenségképre. És ezért nagyon sokszor a társadalmi értetlenség az, ami kinozza a mi életünket. De legalább ugyanilyen bajba vagyunk a természettel való párbeszédben is. Ezt a hármas harmóniának a felbomlását hívja úgy a Biblia, hogy bűn. Mi a bűnön nagyon sokszor csak egy elkövetett cselekedetet értünk, pedig a bűn nem ez. Az elkövetett cselekedet csak a bűnnek a következménye. Egyszerű példával. Ha én gyilkos vagyok, az nem ott kezdődik, hogy leütöm a másikat. A törvény csak ezt tudja büntetni, és ezt lehet kivizsgálni, ezt lehet nyomozni. De a gyilkosság egy lépéssel előbb kezdődik. Ott kezdődik, amikor én megszakítottam Istennel, a másik emberrel a kapcsolatomat, a gyilkos indulat eluralkodik rajtam, és benne van a szándék, a gyilkos szándék, amelyek lehet, hogy a törvény szigora egy kicsit gátat vet, de az az érdekes, hogy a legszigorúbb törvények sem szüntetik meg ezt a bűnt, hogy gyilkosság, pedig soha nem plakátolták még ki, hogy emberek menjetek gyilkosnak, hogy ezt az ősi mesterség ki ne halljon. A bűn tehát egy olyan kapcsolatszakítás, ami végső soron önpusztító. Egy Emil Brunner nevezetű, nagyon híres svájci teológusnak van egy könyve, az a címe, hogy Ember az önellentmondásban. Az első svájci kiadásának a címlapján egy nagyon érdekes grafika volt. Ez a grafika egy virágzó mandulafát ábrázol, ami egy szakadék szélén nő. Van egy kis fensík, ennek a peremén kezdődik a szakadék, és a szakadék szélén, a szakadék fölé szinte vízszintesen nyúlik a mandulafa ága, és kibontja koronáját. Gyönyörű tavasz van, virágos a rét, és valahol a szakadék mélyén van egy kis falu. A falu mellett megint rét van, ott bárányok, legelésznek, és a képen egy ember áll, ennek a mandula fának a törzsén, ami csak nem vízszintes. Háttal a szakadéknak, szembe ezzel a kis fensikkal, kezébe egy nagy balta, és vágja maga alatt a fát. Ez a könyv, hogy ember az önellentmondásban a bűnről szól, és találóbb illusztrációt nem lehetett volna hozni, mint ezt az illusztrációt, amit ezen a könyvön látunk. Hiszen a bűnt azt, ha a másik ellen követem el, vagy Isten ellen követem el, akkor is önmagam ellen követem el. Mert az ember, ha kiesik ebből a harmóniából, amiben az Isten teremtette, akkor egy, céltalan lesz az élete, kettő, önpusztító életet él. És valahol itt van a megoldás annak a kérdésnek, amit feltettünk, hogy miért kérdés az egészség kérdése. Az, ami ma van hogy 75%-a a betegségünknek olyan betegség, aminek a kórokozója mi vagyunk. Ez arra mutat, hogy a harmónia valahol megtört. Ez a harmónia valahol tönkrement. Tönkrement azért, mert nincs felettünk már az az Isten, aki ezt a ennek a harmóniának az alapszabályait képviseli, és valahol elveszítettük a felebarát kezét is, és valahol önpusztítók lettünk, mert azt gondoljuk, hogy ha a materiális javakat begyűjtjük önző módon, akkor az önzés megoldja a mi életünket. Ez óriási tévedés. Az önzés az mindig önmagunk pusztítása. És ezt az önpusztító állapotot megérteni, ez a kereszténységnek az igazi hivatása. Isten ezért adott törvényt. A törvény az nem más, mint az a tervrajz, amit közöl velünk az Isten. Ha egy bonyolultabb gépet veszek, akkor egy, egy tervrajzot szoktak vele adni. És hogyha nem működik a gép, akkor az ember előveszi a tervrajzot, megnézi, hogy mi az, ami hibázik a gépbe, a tervrajz megmutatja, és kiavítja. A törvény az nem úgy van, hogy Isten gondolt egyet, és akkor legyen ez vagy az vagy amaz a törvény. A törvény előbb volt, mint, mint egy egy épület. Legalábbis a terv az előbb, ép, előbb készült el, mint egy épület. Isten e szerint az erkölcsi rend szerint alkotta meg a mi életünket. És ha megnézzük a Biblia törvényeit, akkor a Biblia törvényei egyrészt Istennel való kapcsolatunkat, másrészt az emberrel való kapcsolatunkat szabályozza, de nagyon érdekes, hogy a Biblia egy egész sereg olyan törvényt mond, ami az emberi életnek a biológiai részét szabályozza. És ez nem véletlenül van így. A kereszténységnek ma, a XXI. században egy nagyon fontos feladata kell, hogy legyen, hogy az embereket visszavezesse az egészség titkára, ezeknek a törvényeknek a titkára, hogy helyreálljon, ahogy pápai Párizs Ferencnek a híres könyve mondta, a Pax Corporis, a testbékéje, és ez a testbékéje akkor fog helyreállni. Hogyha Istennel, világgal és a felebaráttal rendbe jön az életem. Ha most a megváltást nézzük, akkor a megváltás tulajdonképpen pontosan ezt célozza. A Titushoz írt levél második fejezetének tizennegyedik verse azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ugye Jézus Krisztusban, ami tanít bennünket. És ez, hogy mire tanít, ezt így mondja, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Mit jelent ez a három? Azt jelenti, hogy szentül, tehát az Istennel, Istennek elkötelezett életet élni. A szent az 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 ember, aki az Istennek elkötelezte önmagát. Mit jelent az, hogy igazán? Ez azt jelenti, hogy az emberekkel békességben, szeretetben élni. Ez az igazán. De mit jelent az, hogy mértékletesen? A görög szó egy nagyon érdekes fogalom. A görög szó egy sport szakkifejezés. És ez a sport szakkifejezés, ez körülbelül így fordítható mai magyar nyelvre, hogy mértékletesen helyett azt lehetne mondani, hogy sportszerűen. Egy példát lehet erre hozni pálapostólnak a korintusi első levele 9. fejezetéből, a 24. től 27. versig terjedő szakaszból. Én lefordítottam ezt egy kicsit mai kifejezésekkel, és így mai fordításban ezt a szöveget így lehetne elmondani. Nem tudjátok, hogy a stadionban a versenyzők minnyáján futnak, de csak egyé lesz a győzelem, mikor szorú? Úgy is lehetne mondani, hogy aranyérem. Úgy fussatok, hogy a tietek legyen. Akik a küzdelemben részt vesznek, valamennyien sportszerűen élnek minden tekintetben. Azok azért, hogy hervadó koszorút kapjanak, mi azért, hogy hervadhatatlan. Én is futok, de nem céltalanul, hanem a szeme alá ütök és kiütöm az embert, hogy még másoknak hirdetem az égét, magam alkalmatlanná ne legyek. Ennek az igének a hátteréről is tudunk sok nagyon érdekeset. Pál ugye a korintusi levelet a korintusiaknak írja. Ha a történelemben lapozgatunk egy kicsit, akkor látjuk azt, hogy Korintus az egy különleges város volt. A Iszmoszi földszorosnak a bejáratánál van, ez az Iszmoszi földszoros köti össze a Görögországot a Peloponészoszi félszigettel, a déli részével Görögországnak, és egy nagyon fontos, két tengerre néző kikötője van ennek a városnak. De van még egy nevezetessége ennek a városnak. A Korintus előtti mezőn minden második évben egy sportjáték zajlott, ezt iszmoszi játékoknak szokták nevezni, és ezen az iszmoszi játékokon az összes görög város, az összes hellenista görögváros szerte a világról képviseltette magát. Az első isz iszmoszi játék még jó régen, a 6. században, 589-ben van, és azóta minden második évben megrendezték ezeket a játékokat. Pál 50 és 52 között tartózkodott Korintusban. Ez alatt az időszak alatt volt egy iszmoszi játék. Ilyenkor Korintus felbojdul, mint egy olyan város, ahol olimpiát tartanak, vagy világbajnokságot tartanak, akkor mindenki erről beszél. És az az érdekesség az első korintusi levélnek, hogy ez tele van sportszakifejezésekkel. A mértékletesség szó, az enkrateia, van egy másik szó is, a szofrenész, mind a kettő sportszakkifejezés, azt jelentette, hogy sportszerűen. Tudni lik, ezekre a játékokra nagyon szigorú volt a nevezés. Minden város öregek tanácsának igazolni kellett, hogy a nevezett versenyző nem élt duhajkodó módon, nem részegeskedett, részt vett az edzéseken, és minden dolg dologban teljesítette a verseny előírásait. Ez a sportszerű életmód a görögöknél ismert volt. És Pál ezt a kifejezést használja arra, hogy a játékokon való részvételnél, ahogy itt olvastuk, hogy mindenben maga mondja a régi fordítás, én úgy fordítottam, hogy sportszerűen kell élni a versenyzőnek. Isten erre a sportszerű életmódra teremtett bennünket. Ez az iszmozi játékok egy másik oldalról is nagyszerű példa. Ez a játék nem csak a mai értelemben vett sportverseny volt, hanem minden versenyzőnek három dologban kellett elindulni. Az első az a hümnikus rész volt, ez egy zenei verseny volt, énekeket kell. Öt sportágban kellett minden sportolónak részt venni ebben a gümnikus részben. Az első az a futás volt, említés Pál. Hét stadion hosszat kellett futni, egy stadion hossza 192 méter volt, hirtelen kanyarral megfordulva kellett visszafele futni. Itt a kanyar technikán nagyon sok múlott, hogy ezt a hét, kb. 1500 méternél valamivel több ez, ezt a hét stadionhoz valaki úgy fussa végig, hogy első legyen. De ez csak az első volt. A második a diszkoszvetés. Ugye ez Műronnak a híres diszkobolosz diszkoszvető című szobrából jól ismerjük, mai napig is a diszkoszvetés az atlétikának egyik fontos ága. Azután volt az ugrás, ez az ugrás nem távolugrás, és nem olyan magas ugrás volt, a, mint a miénk, hanem ez a helyből magas ugrás volt, ami nagyon nagy ruganyosságot követett. A negyedik ilyen műsorszám, amire utal is a szöveg, ez az ökölvívás volt, ezért akarja a régi embert kiütni pálapostól, és ez az ök ökölvívás egy nagyon érdekes valami volt. A mai ökölvívásban lényegében le kell ütni a másikat. Földre kell teríteni a másikat. De régen nem ez volt a kiütés, hanem ha lehorzsolódott valahol a bőre valakinek, és ezért vérezni kezdett, akkor leléptették az ellenfelet. Ezért volt az, hogyha Ügyes volt az ökölvívó, akkor bekente a testét valamilyen olajjal, hogy jobban csúszson az ütés, és a bírók pedig megvizsgálták azt a bandást, ugye ilyen ö, len fonalból készült szalaggal tekerték körül az öklét az ökölvívóknak, hogy nincs-e benne például valami fém, fém darab, éles fémdarab, amivel nyúzni lehet a másikat. És ezért mondja Pál, hogy ő úgy küzd szabályszerűen, hogy a szeme alá üt a másiknak, és hogyha vér alá futásos lett a szeme a másiknak, akkor leléptették, így akarja kiütni az óemberét. De nagyon érdekes módon Pál azt mondja, hogy nem a másikat, hanem önmagának az óemberét akarja kiütni. És végül volt egy ötödik sportág is, erről is emlékezünk meg, ez a birkózás volt. Egy régi sportkép, egy régi sportesemény. De mit mond ez a régi kép? A mértékletesség az azt jelenti, hogy az Istentől kapott képességeimmel, egészségemmel úgy éljek, hogy el tudjak vele számolni. Mert az egészség az nem a mi érdemünk. Az egészség egy drága kincs. Ma az egészségről egy más fogalma van az embernek. Vannak ilyen wellness egészség központok, ugye? Ahol az egészség az, amikor pátyulgatnak bennünket. Pedig az egészség az az élet nagy edzése. Jó volna, hogyha erre visszatalálnánk, a mértékletesség alapvető elveit megtalálnánk, hiszen egész társadalmunk azzal küzd, hogy szenvedélybetegségek uralják a mi életünket. Az alkoholról, dohányzásról már megemlékeztem. Aztán arról, hogy Németországnak a férfi lakossága 100%-ban elhízott. Magyarországon is a 80%-a a lakosságnak elhízott. Ami mind-mind kockázati tényező. A mértéktelenség az önpusztítás. És az önpusztítás az abból jön, hogy nem látom a természet, a másik ember, ember és az Isten, Isten és a felebarát, harmóniáját. Ezért hát Istennek az a célja, hogy olyan emberek legyünk, akik harmóniára találtak. Ezért mondja a Korintusi első levél 6. fejezetének 19-20. verse a következőt. Avagy nem tudjátok ki, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek? Nem a vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Isten, az Isten a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. És nincs nagyobb kegyelem, mint az, hogy Isten magáénak tud engem. Mert itt érem el az életem célját, így lesznek a hétköznapjaim céllal teli hétköznapok, így lesz minden tennivalóm értelmes tennivaló, így találom meg az élet igazi titkát, ami egészség. Nagyon szépen mondja ezt a magyar nyelvünk, egészség. És én azt kívánom minden hallgatómnak, hogy egészséges legyen. Köszönöm a figyelmüket.